Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Folytassuk a mi Isten magasztalásunkat, és énekeljük a 254. dicséretet. A 254. dicséret első 5 énekversét énekeljük. A 254. dicséret így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat. Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 8. részéből, az első 13 igeversből. Így szól hozzánk Isten igéje Máté evangéliumának 8. részéből, az első 13 igeversből. Amikor lejött a hegyről, tudnélik Jézus, nagy sokaság követte őt, és íme, oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Kedves testvéreim, hallottuk Isten igéjét, gyertek, emeljük fel szívünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus által, hálával a szívünkben vagyunk előtted, Urunk, megtartott életünkért, egészségünkért, szereteinkért. Köszönjük, hogy eljött az az idő, amikor újra nyitva lehetnek templomaink. Amikor újra hajlékodva lehetünk, elcsendesedhetünk, közösségben lehetünk veled és egymással, otthonainkban is, és a szent hajlékban is. Köszönjük, hogy az alkalmat te készíted, te készítetted. Urunk, ha végig gondoljuk az elmúlt 8 hetet, milyen mélységeket jártunk meg, milyen félelem volt szívünkben, mennyire féltettük és féltjük szeretteinket, akkor még inkább hálásak vagyunk, hiszen megtartattunk. Köszönjük, hogy őriző kezedet rajtunk tartottad, és rajtunk tartod. Kérünk, Urunk, védj ki szívünkből minden ártalmas gondolatot, félelmet, szeretetlenséget, és töltsd el szívünket lelkeddel, mely lélek megújít, megtisztít, megerősít, újjáteremt minket. Kérünk, légy közöttünk, és prédikáld a szent igédet, hogy életünk, lelkünk fogékony legyen ígédre, szívünkben megteremje gyümölcsét. Kérünk, így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 162. dicséretet. A 162. dicséretnek a 7. énekversét, mely így kezdődik: Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten.
Kedves testvéreim, Isten ígéjét a már felolvasott igéből olvasom, a mai napra kijelölt új szövetségi ígéből, Máté evangéliumának 8. részéből, az első 4 igeversből. Így szól hozzánk Isten ígéje. Amikor lejött a hegyről, tudnélik Jézus, nagy sokaság követte őt, és íme, oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta. Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Amen. Kedves testvéreim, a mai igében van egy szó, amely minden tekintetben meghatározza ezt az igét, és meghatározza a mi életünket is. Ez a szó így hangzik, hogy akarom. Amikor ezt halljuk, eszünkbe juthatnak a kicsin gyerekek, akik szilárdan, rendíthetetlenül, néha talán indulattal telve mondják ki ezt a szót, akarom. Szilárdak, hiszen amit el akarnak érni, azért mindent megtesznek. Gondolatukat, tetteiket átjárja az az életérzés, hogy meg kell szereznem. Ezt akarom. Amikor kicsik voltak a fiaink, mi is sokat hallottuk tőlük. És mondták, sorolták, ezt akarom, azt akarom. És hosszú időbe tellett, míg mindegyik megtanulta. Mindegyik elfogadta, hogyha valamit szeretnének kérni, akkor ne azt mondják, hogy akarom, hanem azt mondják, hogy ezt szeretném. Hiszen az akarom szóban rengeteg erő, rengeteg hatalomvágy és önzés van. De mielőtt rátérnék erre a szóra, nézzük meg, hogy hol is található ez a szó. Ha otthonainkban lesz alkalmunk elcsendesedni, akkor kérem a testvéreket, hogy olvassuk el ezt az evangéliumi részt, Máté evangéliumának 8. részét, és megláthatjuk, hogy rengeteg gyógyítási történet fonódik össze ebben a fejezetben. És ebből a rengeteg gyógyítási történetből ma csak az elsőt nézzük meg. A történet szerint Jézus egy hosszú beszéd után, a hegyi beszéd után lejön a hegyről, a tanítás helyéről, a sokaság azonban még tovább követi őt. Akik eddig hallgatták, szeretnék tovább is hallgatni az ő beszédét. A hegyi beszédben Jézus megtanította a körülötte levőket imádkozni, hiszen itt hangzik el, hogy ti azért így imádkozzatok. És beszél a hegyi beszédben arról is Jézus, hogy kik a boldogok. Jézus tehát körülvette a sokaság, nagyon sokan szerették volna hallgatni továbbra is őt, és nagyon sokan szerették volna, hogyha valahol valakit meggyógyít. És bár sokaság vette körül, mégis oda merészkedett hozzá egy leprás beteg ember. Mindannyian tudhatjuk, hogy abban az időben a lepra gyógyíthatatlan betegség volt. Ma is találunk olyan területeket, olyan helyeket, ahol vannak ilyen betegségben szenvedő emberek. Bár már a lepra ellenszerét megtalálták 1982-ben, mégis vannak leprás betegek. Mivel cseppfertőzéssel terjed ez a betegség, a lepra, ezért az volt az előírás, hogy ezek az emberek nem mehettek közösségbe. Lepra telepeken, barlangokban, szakadékokban éltek távol az egészséges emberektől. Sőt, előírás volt az is számukra, hogyha lakott területre merészkedtek, akkor kiáltozniuk kellett. Jó hallható módon mondani kellett, leprás vagyok, tisztátalan vagyok. Ám ez a beteg minden szabályt áthágott. És oda megy Jézushoz, mert gyógyulni akar,
bízik az ő gyógyító erejében, és megszólítja Jézust. Beszédes ez a találkozás. A beteg ugyanis azt mondja Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézust mindenki felett való Úrnak, minden hatalommal bíró Úrnak nevezi. Ez a hite tükröződik ki abban is, hogy mondatában benne van rejtve, Jézusnak van hatalma gyógyítani. Ha akarja, akkor lehetséges. Ha akarja, akkor megtörténhet a gyógyulás. Nem az ereje hiányzik ahhoz, hogy ő meggyógyuljon, hiszen megvan az ereje hozzá. Nem a hatalma hiányzik hozzá, hiszen neki adatott minden hatalom menjen és földön. Hanem az a kérdés, hogy akarja Jézus Krisztus ennek a beteg embernek a gyógyulását, vagy nem. Ez a szó, akar, akarom, akarod, számos alkalommal sors és életfordító. Visszatekintve a húsvéti ünnepkörre, ott nagy csütörtök éjszakáján a Gecsemáné kertben Jézus így imádkozott. Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Jézus ott engedett Isten akaratának. Elfogadta Isten döntését azáltal, hogy azt mondja, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Megtehette volna, hogy másként cselekszik. Megtehette volna, hogy visszafordul arról az útról, amely számára szenvedést jelentett, arról az útról, amely számunkra azonban az üdvösség útja lett. Megtehette volna, de nem tette. Engedett az Isten akaratának. És egy héttel ezelőtt, bibliaolvasó kalózunk szerint előttünk volt a mi atyánk. És a mi atyánkban minden alkalommal együtt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod. Mit is jelent ez? Tudjuk-e ezt szívből mondani, hogy legyen meg a te akaratod? Nem lemondás ez. Nem egy nem törődömség. Nem az az érzés, hogy úgyis minden mindegy. Nem egy pesszimista életérzés fogalmazódik meg benne, hogy bármit teszek, úgyis rossz lesz, hát akkor legyen úgy, ahogy csak lesz. Vagy ahogyan a nagy sikerű sláger is mondja, magyar sláger refrénje mondja, bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezen rejtelem, ahogy lesz, úgy lesz. Nem ezekkel egyező ez. Nem ehhez hasonlítható ez, hogy legyen meg a te akaratod. Nem lemondás ez, hanem ráhagyatkozás teljes mértékben Istenre. Isten akarata valósuljon meg az életemben. Legyen az bármi. Öröm vagy bánat. Tudom, hogy mindennel az én javamat szolgálja. Ahogyan a Heidelbergi KT-ban is mondjuk, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Legyen meg a te akaratod, vagyis az én életemben úgy munkálkodj, hogy üdvösségre jussak. Jézus ezt a beteg leprást nem hagyta válasz nélkül, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. És amint kimondta Jézus ezeket a szavakat, ettől a gyógyíthatatlan betegségtől meggyógyult ez az ember. Jézus elküldi őt a papokhoz, a kor szokása szerint, azokhoz a papokhoz, akik annak idején megállapították róla, hogy beteg, hogy most állapítsák meg róla, hogy meggyógyult. Jézus vissza akarja vezetni ezt az embert az életbe, a közösségbe. Jézus akarta ezt a változást ennek az embernek az életében. És megadta a választ a hitből fakadó kérésére, Uram, ha akarod. És amikor az ember kérése és az Isten akarata egybe találkozik,
ott változás, gyógyulás, tisztulás, új élet jön létre. Tanít bennünket ez a leprás ember, hogy hogyan forduljunk Isten felé. Hogyan tárjuk fel kéréseinket előtte. Amíg csak addig jutunk el, hogy követelőzünk, és azt mondjuk Istennek, hogy ezt és ezt tedd meg, cselekedd meg életemben, addig nagyon távol vagyunk tőle. Ez a beteg ember, felismerve Jézus hatalmát, nem követel, hanem kér. És a döntést Jézus kezébe teszi. Ha akarod. Tudunk-e mi így közeledni Isten felé? Tudunk-e ilyen bizalommal, hittel fordulni felé? Ha akarod, Uram, akkor változhat az én életem. Nem erőtlenség ez, hanem hatalmas erő, mely Istenben való hitben rejtezik. Nem lemondás ez, hanem teljes ráhagyatkozás Istenre. Hadd legyen előttünk még egy vers, amely erre buzdít bennünket. Vízi István, tégy mindent Isten kezébe. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe. Hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, súlyos terheket. Lelkedet gyötrő átkost bűnöket. Jelen idődet, minden percedet, kezébe tedd le, amíg teheted. S mit hoz a jövő, nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad, tudja Istened. Most arra kérlek Jézus nevébe, tégy mindent Isten kezébe. Hagyj mindent Isten kezében, mit néki adtál, bízd rá egészen. Az Úrra hagyjad minden dolgodat. Ó, add át néki teljesen magad. Ő számon tartja minden dolgodat. Ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kezében mindent hű urad. Attól ne félj, hogy semmi nem marad. Aki így véli, szegény balgatak. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből. Jót akar néked egész szívéből. Fogadd el tőle a jót, a szépet, belső nyugalmat és békességet, áldást, kegyelmet, szent reménységet. De vedd át azt is, ami fáj és éget, nyomorúságot vagy betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála, dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének. Tégy bátran vallás Jézus nevéről. Védj mindent Isten kezéből. Gondoljuk így végig mi is a mi kéréseinket. És így álljunk Isten elé. Uram, mindenek Ura, ég és föld királya, teremtőm, megváltóm, megszentelőm, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz, megmenthetsz, taníthatsz, vezethetsz, megerősíthetsz, ha akarod. Legyen meg a te akaratod az én életemben is. Amen. Válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 271. dicséret első versét. A 271. dicséret első versét énekeljük, mert így kezdődik. Mint Isten akarja legyen, szent az ő végezése.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, Urunk, igédet, a példát, a leprás beteg életének tanítását. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi sokszor parancsolni akarunk. Magunk akarjuk életünket irányítani. Sokszor a magunk feje, gondolata után járunk. Indíts szívünket arra, hogy mi is úgy tudjunk hozzád fordulni, ahogyan ez a beteg ember tette. Uram, ha akarod. Ne a mi magunk akarata, kívánsága, kérése teljesüljön, hanem te munkálkodj életünkben, minden dolgunk a te döntésed, akaratod szerint valósuljon meg. Add, hogy teljes szívvel, igaz hittel, teljes ráhagyatkozással tudjuk imádkozni, mondani életünk minden helyzetében, legyen meg a te akaratod. Mind örömben, mind szomorúságban, mind egészségben, mind betegségben, mind magányban, mind társaságban. Fiatalként vagy idősként, de mindig egy lélekkel, legyen meg a te akaratod. Könyörgünk, Urunk, a gyászban, a fájdalomban, a betegségben lévőkért. Te vigasztald, erősítsd, gyógyítsd meg őket akaratod szerint. Könyörgünk a gyermekekért, akik még mindig otthonaikban tanulnak, és az őket ápoló, gondozó, róluk gondoskodó szülőkért. Adj nekik erőt, kitartást, hogy teljesíthessék feladatukat. Könyörgünk a járvány megállításáért, könyörgünk a járványban levő betegekért és az őket ápolókért. Könyörgünk, Urunk, a beteg, szegény, félelemben lévő világért. Áldj, őriz, vezess minket, Urunk, a te utadon. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz közöttünk és bennünk. Köszönjük, hogy templomunk felújítása elkezdődhetett. Kérünk, a te jó lelked vezéreljen bennünket ebben a munkában is. Áld meg a munkálatokat végzőket, áld meg a döntéshozókat, és áld meg az ezért a munkáért is imádkozó gyülekezetet. Kérünk, Urunk, mint őriző pásztorunk, maradj velünk. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást hirdetem szeretettel, az ige szavával. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Fogadjuk Isten áldását. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezen a héten kísértük a feltámadás reménységében utolsó útjára Kovács Lajos 80 évet élt testvérünket, aki a Táncsis tér 18 szám alatt lakott. Új halottunkat hirdetem, Jakab György férfi testvérünk, aki 72 esztendőt élt, és képviselő úr volt, elhunyt. Az ő temetése június 5-én, pénteken, 11 órától lesz a téglaparti temetőben.
Isten vigasztalja meg a gyászoló családokat. Ezen a héten emlékharang szólt Balogh Istvánné, született király Margit halálának 4. évfordulóján. Emlékeztek lányai és unokái. Alimán András halálának 34. évfordulóján szólt az emlékharang, rá emlékeztek felesége, gyermekei, unokái és dédunokája. Hodosi Antalné született Rácz Margit halálának 1. évfordulóján szólt az emlékharang, ő rá emlékezett húga, Mária. Özvegy Szegedi Sándorné született Barna Irén halálának 22. évfordulóján szólt a harang, ő rá emlékeztek fiai és családjaik. Május 22-én emlékharang szólt a Református Egységnap alkalmából. Ma idős Török Ferenc volt Rákóczi utcai lakos halálának 10. évfordulóján szól a harang. Fájó szívvel emlékeznek rá szerettei. Isten tiszteleteinket hirdetem. Szerdán délután 4 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk az imaházban. Szerdán délután 5 órától szintén bűnbánati istentisztelet lesz a tanácsteremben. Pénteken este 6 órától és 8 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Pünkösd vasárnapon és hétfőn istentiszteletre van lehetőségünk. 9 órától az imaházban a 65 év felettieket várjuk, és 10 óra 30 perctől szintén az imaházban a 65 év alattiakat. Szeretettel hirdetem, hogy a templom felújítás május 16-án szombaton megkezdődött. Láthatjuk a templomot, ahogy már az állványok ott vannak. Isten iránti háladással köszönjük meg a kedves testvéreknek minden adományát. Ahogyan húsvét ünnepén a Duna Televízióban a Zsinat lelkészi elnöke arról tájékoztatást adott, fenntartói járulékainkat és persely adományainkat banki úton is átutalhatjuk. Banki átutaláskor a közleményben kérjük tüntessék fel, hogy egyház fenntartói járulék vagy persely adomány. Lehetőség van arra is, hogy a járvány elmúltával jutassuk el adományainkat. Vagy személyesen is behozhatjuk a Kálvin tér 3 szám alatti hivatali helyiségünkbe. Nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 9-től 12 óráig, illetve telefonon történő egyeztetés útján bármikor. A tavasz folyamán kerül sor jelentkezésre az állami iskolákban 1-től 8. osztályban folyó református hit és erkölcstanórákra. Szeretettel kérjük a testvéreket, éljünk ezekkel az alkalmakkal. Köszönetet mondunk az adó 1%-áért, amelyet felajánlhattunk a Magyarországi Református Egyház javára, amelynek a technikai száma 0066, a Toldi Baráti Kör számára, amelynek száma 19-12-30-68-1-09, és a Szivárvány 1999 alapítvány számára, amelynek száma 18-55-64-34-1-09. Minden este 8 órakor megszólalnak a templomunk harangjai, megköszönve a koronavírus járvány elleni küzdelemben résztvevőknek az erőfeszítéseit, illetve emlékezve azokra, akik a járványban életüket vesztették. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Záró énekként a 269. dicséretet keressük ki, és a 269. dicséretnek 1., 2. és 3. versét énekeljük. A 269. dicséret így kezdődik, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.